4. A gyakorlati tervezési folyamat A gyakorlati tervezési folyamat egy rugalmas és adaptálható keretrendszer, ami arra használható, hogy fenntartható, környezetileg felelős és társadalmilag igazságos szervezetek vagy vállalkozások jöjjenek létre. Ez egy holisztikus megközelítés, ami figyelembe veszi a társadalmi, gazdasági és környezeti rendszerek kölcsönös függőségét. A jó üzleti eredmények eléréséhez többre van szükség, mint egyszerűen időre és tehetségre. Szükség van tisztánlátásra, a konkrét cél megfogalmazására, és ha egy nagyobb csapatról van szó, együttműködésre és összehangoltságra is. A tervezési folyamat azért kulcsfontosságú, mert ez az a módszeres megközelítés, ami a csapatokat munkájuk világos és értelmes céljai felé irányítja. A folyamat rugalmas és adaptálható, és a tervezési projektek széles skálájára alkalmazható. A folyamat tervezés segíthet a fiatal vállalkozóknak abban, hogy a semmiből hozzanak létre munkafolyamatot vállalkozásuk számára, és az erőforrások maximalizálásával, a költségek csökkentésével, valamint a kommunikáció és az együttműködés elősegítésével növeljék a hatékonyságot, az ügyfelek elégedettségét. Ez a folyamat olyan lépések sorozata, amelyeket egy terv megvalósításához használnak, és jellemzően ciklusosan fut, tehát a lépések ismétlődnek a terv finomítása során. Az üzleti vezetők számára azonban gyakran rejtély, hogy valójában mitől lesz sikeres a folyamat tervezés. Ezért ebben a fejezetben egy listát adunk a tipikus lépésekről és a legjobb gyakorlatokról, hogy segítsük a vállalkozókat a tervezési folyamatokban. A gyakorlati tervezési folyamat jellemzően a következő lépésekből áll. Az üzleti környezet elemzése a potenciális lehetőségek és korlátok beazonosítása érdekében. Világos és konkrét célok kitűzése a tervezési projekt számára. A céloknak összhangban kell lenniük a fenntarthatóság elveivel, figyelembe kell venniük az érdekeltek igényeit és kívánságait, valamint a kontextus szempontjából releváns társadalmi, gazdasági és környezeti tényezőket. Előzetes tervezési koncepció kidolgozása a kontextus elemzés és a meghatározott célok alapján. Ez a szakasz magában foglalhatja a különböző tervezési lehetőségek feltárását és a különböző megközelítések tesztelését is, hogy megtalálják az adott helyhez legjobban illeszkedő megoldást. A tervezési koncepció finomítása részletes tervé, ami konkrét tervezési elemeket, anyagokat és megvalósítási stratégiákat tartalmaz, beleértve az ütemtervet és a költségvetést is. Ez a szakasz további kutatást és tesztelést foglalhat magában annak érdekében, hogy a terv megvalósítható és fenntartható legyen. A terv szisztematikus és hatékony végrehajtása a környezeti hatások minimalizálására és a társadalmi előnyök maximalizálására összpontosítva. Ez magában foglalhatja a kivitelezőkkel való koordinációt, az építkezés irányítását és a haladás nyomon követését is, hogy a projekt a tervnek megfelelően valósuljon meg. A terv végrehajtásának időbeli nyomon követése, a szükséges kiigazítások elvégzése. Az értékelést úgy kell elvégezni, hogy a terv társadalmi, gazdasági és környezeti hatásainak meghatározására, valamint azon területek azonosítására összpontosítson, amelyeken javítani lehet. Ez a szakasz magában foglalhatja a ter folyamatos karbantartását és irányítását is, hogy biztosítsa annak hosszú távú fenntarthatóságát. Cikk. A tervezési folyamat és öt ok, amiért ez fontos, Linda Lefön. Cikk. A teljes tervezéses gondolkodás folyamata. Videó. Bevezetés a tervezési folyamatba. Elmélet. Videó. A tervezéses gondolkodás folyamata. Podcast. A tervezési folyamatok és munkafolyamatok létrehozása. A Design Life című podcast. Podcast. Az alapvető tervezési folyamat megismerése. A Design and Shine című podcast. Könyv. Öt alapvető hangos könyv a tervezéses gondolkodásról. 4.1. A természetben található minták felismerése és alkalmazásuk. Biomimikria vállalkozói tevékenységben. A permakultúra fontos szempontja a természetben található mintákat felismerő tervezési rendszer használata. Vagyis a permakultúra a természetes ökoszisztémák megfigyelésén és utánzásán alapul. Ezt a gyakorlatot biomimikrinek nevezik, mert a természetből merít inspirációt és ad megoldásokat az emberi problémákra. A természetes rendszerek, a természetben található minták, organizmusok és folyamatok tanulmányozásával a vállalkozók betekintést nyerhetnek abba, hogyan hozhatnak létre olyan termékeket, szolgáltatásokat és vállalkozásokat, amelyek fenntarthatóbbak, rugalmasabbak, innovatívabbak, hatékonyabbak és jól alkalmazkodnak a környezethez. A természetből merítve inspirációt, a vállalkozók olyan meglátásokra és ötletekre tehetnek szert, amelyek jól illeszkednek ügyfeleik és a bolygó igényeihez. A biomimikri interdisziplináris megközelítés, ami olyan területek ismeretére támaszkodik, mint a biológia, a mérnöki tudományok, a formatervezés és az anyagtudomány. Ez az interdisziplináris megközelítés lehetővé teszi a vállalkozók számára, hogy holisztikusabban tekintsenek termékeikre és szolgáltatásaikra, figyelembe véve azok környezetre és társadalomra gyakorolt hatását, valamint piaci potenciálját. A biomimikrinek többokból is nagy jelentősége lehet a vállalkozói szférában. Napjainkban például a vállalkozóknak sürgető kihívásokkal kell szembenézniük, hogy hosszú távon fenntartható vállalkozásokat hozzanak létre. A biomimikri összhangban van a körforgásos gazdaság elveivel, ami zárt körfolyamatú rendszerek létrehozására törekszik, ahol a hulladékot minimalizálják, az anyagokat pedig újrahasznosítják. A természetből merítve inspirációt, a vállalkozók megtanulhatják, hogyan hozhatnak létre olyan termékeket és szolgáltatásokat, amelyek összhangban vannak a természetes rendszerekkel, jobban megfelelnek a körforgásos gazdaság elveinek, csökkentik a hulladékot és a környezeti hatásokat. Másrészt a természet évmilliárdok alatt fejlődött ki, hogy olyan rendszereket és organizmusokat hozzon létre, amelyek tökéletesen alkalmazkodtak a környezetükhöz. Így, ha a vállalkozók tanulmányozzák ezeket a rendszereket, betekintést nyerhetnek abba, hogyan hozhatnak létre olyan innovatív termékeket és szolgáltatásokat, amelyek jól illeszkednek a célpiacokhoz. A természetes rendszerek ráadásul hihetetlenül hatékonyan használják fel az erőforrásokat és az energiát céljai keléréséhez. Hasonlóképpen a vállalkozók megtanulhatják, hogyan hozhatnak létre hatékonyabb vállalkozásokat, csökkentve ezzel a költségeket és növelve a nyereségességet. Ha megfigyeljük a természetes rendszereket, láthatjuk, hogy hihetetlenül rugalmasak, képesek alkalmazkodni a változó körülményekhez és helyreállni a zavarok után. A biomimikria tervezéssel kapcsolatban is koevolúciós perspektívát kínál, felismerve, hogy a természet által kifejlesztett megoldások több millió éves evolúció eredményei és finoman alkalmazkodnak az adott körülményekhez. A vállalkozók ezt a biomimikri elvet beépíthetik vállalkozásukba, hogy jobban ellenálljanak a zavaroknak, alkalmazkodjanak a válságokhoz vagy a változó piacokhoz, olyan termékeket és szolgáltatásokat hozzanak létre, amelyek jobban alkalmazkodnak a környezetükhöz és a piacaikhoz. Végül, ha a vállalkozók a biomimikri elveit alkalmazzák, olyan termékeket és szolgáltatásokat hozhatnak létre, amelyek a fenntartható, környezetbarát és társadalmilag felelős termékek és szolgáltatások egyre növekvő piacát célozzák meg, hiszen a vásárlók egyre inkább ezeket keresik. Mivel nehéznek tűnhet mindezt elképzelni, most megosztunk néhány lépést, amelyeket a vállalkozók megtehetnek, hogy felismerjék a természetben található mintákat, hogy alkalmazzák azokat vállalkozásukban. A természetben található minták felismerésének első lépése a természetes ökoszisztémák megfigyelése és tanulmányozása. Ez azt jelenti, hogy sok időt töltünk természetes környezetben, például erdőkben, vízes élőhelyeken vagy füves területeken, hogy megfigyeljük az ott előforduló mintákat és folyamatokat. A vállalkozók az ökológiáról és a természeti rendszerekről szóló könyveket és cikkeket is olvashatnak, hogy mélyebben megértsék-e rendszerek működését. Amint a vállalkozók alapvető ismeretekkel rendelkeznek a természeti rendszerekről, elkezdhetik beazonosítani a vállalkozásuk szempontjából releváns mintákat és elveket. Megfigyelhetik például, hogy az ökoszisztémák hogyan használják a tápanyagkörforgást a talaj termékenységének fenntartására, vagy hogyan működnek együtt a növények és az állatok, hogy szimbiózisokat hozzanak létre. Ezek a minták és elvek alkalmazhatók az üzleti modelekre is, például zárt körforgású rendszerek létrehozására vagy más vállalkozásokkal való partnerségek kialakítására. A vállalkozók az általuk azonosított mintákat és elveket felhasználhatják vállalkozásuk kialakításához. Ez magában foglalhatja olyan rendszerek létrehozását, amelyek a természetes ökoszisztémákat utánozzák, például az esővíz összegyűjtését a növények öntözésére, vagy olyan vállalkozások létrehozását, amelyek a talajegészségének helyreállítására összpontosítanak. A természetes minták felhasználásával az üzleti tervezésben a vállalkozók olyan vállalkozásokat hozhatnak létre, amelyek hatékonyabbak, fenntarthatóbbak és rugalmasabbak. A levelek szerkezetének tanulmányozásával a kutatók például hatékonyabb napelemeket fejlesztettek ki. A madarak aerodinamikáját tanulmányozva a mérnökök hatékonyabb szélturbinákat hoztak létre. A vállalkozók együttműködhetnek a természettel, hogy olyan vállalkozásokat hozzanak létre, amelyek összhangban vannak a természeti rendszerekkel. Ilyen lehet a természetes ökoszisztémákkal való együttműködés, hogy olyan termékeket vagy szolgáltatásokat hozzanak létre, amelyek összhangban vannak a permakultúra elveivel. Ilyen például a megújuló erőforrások használata, a hulladék csökkentése és a biológiai sokféleség előmozdítása. A természettel együttműködve a vállalkozók olyan vállalkozásokat indíthatnak, amelyek rugalmasabbak és jobban tudnak alkalmazkodni a változó körülményekhez. Végül a biomimikri fontos etikai megfontolásokat vet fel, például a természetes rendszerek és organizmusok tiszteletben tartásának és védelmének szükségességét. A biomimikri felhasználásával a vállalkozóknak lehetőségük van arra, hogy figyelembe vegyék ezeket az etikai megfontolásokat, és olyan termékeket és szolgáltatásokat fejlesszenek ki, amelyek egyszerre fenntarthatóak és társadalmilag felelősek. Összefoglalva, a vállalkozók a természet bölcsességére támaszkodva olyan vállalkozásokat indíthatnak, amelyek jobban megfelelnek ügyfeleik, a környezet és a társadalom egésze igényeinek. Cikk. Tanulni a természettől ez jó az üzletnek, Jared Jarnalsén. Cikk. Biomimikri az ux a felhasználói élményben, Craig Phillips. Cikk. Biomimikri a tervezésben tanulságok egy tervező számára, Archnov. Cikk plusz, könyv plusz, videó. Biomimikri. A természet által inspirált innováció. Jani Nembenyus. Könyv. Biomimikri és üzlet. Hogyan használják a vállalatok a természet stratégiáit a siker érdekében. Margot Farnsworth. Könyv. Biomimikri. Amikor a természet csodálatos találmányokat inspirál. Seraphim Menu. Podcast. Mi a biomimikri? Tanulás a természettől. A biomimikri című podcast Lili Urmannal. Podcast. Janin Benyus, biomimikri a jobb rendszerek inspirálására és tervezésére, a Mi mehetne jól című podcast. Videó. Ted előadás, Biomimikri működés közben, Janin Benyus. Videó. A világ rosszul van megtervezve. De a természet másolása segít. Videó. A biomimikri és a fenntarthatóság jövője. Videó. Ötlenyűgöző biomimikri példa, ami valódi fenntartható megoldásokat kínál. Építészet, épület, energia. Videó. Biomimikri 101. Példák arra, hogyan másoltuk le a természetet. 4.2. Kezdeményezések tervezése a rendelkezésre álló energia és erőforrások alapján. A fenntartható és hatékony kezdeményezések létrehozásának jó módja, ha a kezdeményezéseket a rendelkezésre álló energia és erőforrások alapján tervezzük meg. Ezt a kulcsfontosságú megfontolást és megközelítést szem előtt tartva minden kezdeményezés megtervezésének első lépése a rendelkezésre álló erőforrások felmérése. Ez magában foglalhatja az olyan természeti erőforrásokat, mint a víz, a napfény és a talaj, valamint az olyan emberi erőforrásokat, mint a munkaerő, a szakértelem és a kreativitás. A rendelkezésre álló erőforrások megértésével a fiatal vállalkozók olyan kezdeményezéseket tervezhetnek, amelyek a lehető legtöbbet hozzák ki abból, ami a rendelkezésükre áll. Egy másik fontos szempont a megfelelő technológia kiválasztása. Például, ha a vállalkozás olyan területen található, ahol korlátozott az áramhoz való hozzáférés, választhatjuk a napenergiával működő technológiát, hogy csökkentsük a külső áramforrás iránti igényt. Hasonlóképpen, ha korlátozott a vízhez való hozzáférésünk, választhatunk víztakarékos technológiákat vagy esővízgyűjtést, hogy a lehető legjobban kihasználjuk a rendelkezésre álló vizet. Ezen túlmenően a kezdeményezések tervezésekor egy további alapvető lépés a hatékonyság előtérbe helyezése. Ez azt jelenti, hogy olyan rendszereket és folyamatokat tervezünk, amelyek a lehető leghatékonyabban használják fel az erőforrásokat, minimalizálják a hulladékot és csökkentik az energiafelhasználást. Ez segíthet abban, hogy a kezdeményezések hosszú távon fenntarthatóak legyenek. Végül, amikor a kezdeményezéseket a rendelkezésre álló energia és erőforrások alapján tervezzük, fontos, hogy a rendszer egészét vegyük figyelembe. Ez azt jelenti, hogy az egyes kezdeményezéseken vagy projekteken túl kell tekinteni, és figyelembe kell venni azt a tágabb környezetet, amelyben azok működnek. Megfontolhatjuk például, hogy a tervezett kezdeményezések hogyan illeszkednek a helyi ökoszisztémába, hogyan hatnak a környezetre, és hogyan járulnak hozzá a társadalmi és gazdasági fejlődéshez. Ez a tervezői megközelítés, ami a rendelkezésre álló energián és erőforrásokon alapul, fenntartható és hatékony megoldásokat hozhat létre, amelyek a lehető legtöbbet hozzák ki abból, amink van, miközben társadalmilag és környezetvédelmi szempontból is felelősek. Cikk. A helyben rendelkezésre álló erőforrásokon alapuló intelligens energiarendszerek tervezési támogatása. Egy esettanulmány Japán távoli szigetein. Cikk energiarendszermodellek alkalmazása az alacsony széndiokszid kibocsátású társadalom tervezéséhez. Cikk, hogyan tervezzünk ténylegesen fenntartható energiarendszert, ami ellenáll a katasztrófáknak. Cikk, három példa a helyi és megosztott megújuló energiarendszerekre. Könyv, helyben elérhető energiaforrások és a fenntarthatóság, Antonio Kolmenár Santos, David Borhedié és Enrique Rosales Asensio. Könyv, helyben elérhető energiaforrásokat használó erőművek, Nüsszian Ibroniki. Podcast, energiatudatos helyek és igazságos átmenet, a Local Zero című podcast. Podcast, fenntartható energia a város határokon belül, a Mother Earth News and Friends című podcast. Videó, bevezetés az energiaforrásokba. Videó, Európa első helyi energiaközössége pénzt takarít meg a lakosoknak. Videó, az első helyi energiaközösség. közösség. Videó. Működtethető a világ száz megújuló energiával. Federico és Renzo Rossei. 4.3. A kezdeményezések tervezését segítő technikák. Egy vállalkozás elindítása az egyik legizgalmasabb és legboldogítóbb élmény, amit átélhetünk. De hol kezdjük el? A vállalkozás létrehozását többféleképpen is megközelíthetjük, számos fontos szempontot figyelembe véve. Hogy ne kelljen végigmenni a próbálgatás folyamatán, és javítsuk a sikereségeit, bemutatunk néhány olyan tervezési módszert, technikát, amikkel könnyebben kezelhetővé és hatékonyabbá tehetjük a folyamatot, amivel segítünk a gyors elindulásban. Néhány tervezési technika, amit megfontolhatunk. Brainstorming, agyvihar ez egy olyan technika, aminek során rövid idő alatt minél több ötletet generálunk. Gyakran használják a tervezési folyamat elején, hogy egy probléma lehetséges megoldásainak széles skáláját tárják fel. Az ötletelés végezhető egyénileg vagy csoportosan, hatékony eszköz lehet a kreativitás kibontakoztatásához és új ötletek generálásához. Mind mapping, gondolattérkép. Ez a technika az ötletek és információk vizuális rendszerezését jelenti. Használható az ötletek feltárására és fejlesztésére, valamint a különböző ötletek közötti kapcsolatok vizuális ábrázolására. A gondolattérképezés hasznos eszköz lehet a minták és kapcsolatok azonosításához, valamint új felismerések és ötletek generálásához. A SWOT-analízis egy olyan technika, amely egy adott kezdeményezés vagy projekt gyengeségeinek, erősségeinek, lehetőségeinek és veszélyeinek azonosítását foglalja magában. Ez segíthet a potenciálisan kockázatos vagy aggodalomra okot adó területek, a lehetőségek és a potenciális versenyelőnyök beazonosításában. A SWOT -elemzés hasznos eszköz lehet annak a környezetnek az átfogó megértéséhez, amiben egy kezdeményezés működni fog. Felhasználó központú tervezés ez a technika a termékek és szolgáltatások tervezése során a felhasználó igényeit és tapasztalatait tartja szem előtt. Itt szóba jöhetnek kutatások a felhasználói igények és preferenciák megértése érdekében, valamint a felhasználók bevonása a tervezési folyamatba tesztelés és visszajelzés útján. A felhasználó központú tervezés segíthet olyan termékek és szolgáltatások létrehozásában, amelyek hatékonyabbak, eredményesebbek és felhasználóbarátabbak. Rendszergondolkodás ennek a módszernek a lényege, hogy figyelembe vesszük a termék vagy szolgáltatás működésének tágabb kontextusát, és azt, hogy az miként lép kölcsönhatásba más rendszerekkel és egyénekkel. Ez segíthet az esetleges nem szándékolt következmények vagy hatások felderítésében, valamint a fenntarthatóbb és társadalmilag felelősségteljesebb megoldások megtervezésében. Design thinking tervezői gondolkodás. Ez a probléma megoldás emberközpontú megközelítése, ami az empátiát, a kreativitást és a kísérletezést hangsúlyozza. Ide tartozik a felhasználók igényeinek és perspektíváinak megértése, több lehetséges megoldás létrehozása, a megoldások prototípusának kialakítása és tesztelése, valamint a visszajelzések alapján történő javítás. A tervezői gondolkodás hatékony eszköz lehet az innovatív és felhasználóbarát kezdeményezések létrehozásában. Prototípus alkotás. Egy termék vagy szolgáltatás működő modelljének létrehozását jelenti, annak tesztelése és finomítása érdekében. Ez történhet olcsó anyagok felhasználásával vagy digitális szimulációval. A prototípus gyártás segíthet a tervezési hibák felderítésében és a termék vagy szolgáltatás általános funkcionalitásának és használhatóságának javításában. A költséghaszon elemzés magába foglalja egy adott kezdeményezés vagy projekt költségeinek és hasznának értékelését, annak megállapítását, hogy az előnyök meghaladják-e a költségeket. Segíthet abban, hogy a kezdeményezések pénzügyileg megvalósíthatóak legyenek, és pozitív megtérülést biztosítsanak. Lean Startup módszer. Ez a módszer egy olyan vállalkozói megközelítés, amely a gyors prototípusalkotást, a kísérletezést és az iterációt hangsúlyozza. Ennek során létrehoznak egy minimálisan életképes terméket, azt tesztelik a felhasználókkal annak érdekében, hogy gyorsan megállapítsák, mi működik, mi nem. Ez segíthet a kockázatok minimalizálásában, valamint a kezdeményezés piacra viteléhez szükséges idő és erőforrások csökkentésében. Ez csak néhány példa a lehetséges technikákra, amiket a fiatal vállalkozók a vállalkozás indításakor alkalmazhatnak. Ezen és más technikák kombinálásával struktúráltabb és hatékonyabb tervezési folyamatot hozhatunk létre, olyan kezdeményezéseket, vállalkozásokat vagy projekteket fejleszthetünk ki, amelyek jobban megfelelnek a felhasználók, az érdekelt felek és a projekt igényeinek. Cikk a legjobb tervezői és gondolkodási gyakorlatok a projekt minden egyes fázisához. Cikk. A dizájn vállalkozás értéke, idatel albézik. Cikk. A 18 legjobb ötletgenerálási technika, Martin Luenendang. Cikk. Hogyan segíthet a tervezői gondolkodás a vállalkozói gondolkodásmód kialakításában? Dipika Maya. Könyvek, 22 könyv, melyeket vállalkozók ajánlanak más vállalkozóknak, Mario Schulzke. Könyv, tervezői gondolkodás vállalkozóknak és kisvállalkozásoknak, a dizájnerejének kihasználása, Beverly Rutkin Ingöl. Podcast, John Maeda, a tervezés az üzleti élet és a technológia metszéspontjában, Design Better című podcast. Videó, tervezői gondolkodás vállalkozóknak. Videó. Tippek és technikák az üzleti folyamatok tervezéséhez. Videó. Kreatív gondolkodás hogyan lépjünk ki a dobozból és generáljunk ötleteket, Giovanni Corazza a TEDxRoma című rendezvényen.